Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ez egy kérdezfeledek videó lesz, mert még sose csináltam itt a YouTube-on kérdezfeledek videót. Random tények voltak már róla, de még kérdezfelelek nem. És úgy gondoltam, hogy ezeket a videókat szeretitek, meg ezekkel egy kicsit így többet tudhattok meg rólam. Az Instagramra raktam ki, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket, és most azokból fogok párat megválaszolni. Jaj, csipog is a telefonom. És akkor menjünk sorba a kérdéseken. És persze, ahogy jönnek ezek a kérdések, és válaszolok rájuk, ha nektek is közben bármi eszetekbe jut, vagy újabb kérdés, akkor nyugodtan írjátok meg majd a kommentbe, és akkor lehet, hogy majd azokból is csinálok egy újabb kérdezfelelek videót. Tehát az első kérdés, hogy hogyan bírod szusszal azt a rengeteg mindent, amit csinálsz? Hát igen, ez egy jó kérdés. Igazából nekem rengeteg energiám van, mindig is nagyon sok energiám volt, amíg nem volt a blog, akkor is nagyon sok mindent csináltam, volt, hogy nem is tudom, egyszerre jártam az egyetemre, a PhD-re, igen, és kézilabdáztam, jártam angolórára, dolgoztam a kartográfiánál, és még ebbe az időbe kezdtem el a blogot is írni. Mondjuk ez már nagyon sok volt, tehát így szépen hagytam el a sorra a dolgokat, és akkor a blog átvette a helyét a hobbiaimnak. És hát igen, a tavalyi évben 22 utazásom volt, és azok mellett teljesíteni még az itthoni dolgokat, az együttműködéseket, mindent, hát ez így már nagyon-nagyon nehéz volt, ezért most az idei évre megfogadtam azt, úgyhogy ezt tavaly is megfogadtam, mert azelőtt is 22 utam volt, de minden évben megfogadom, hogy ebben az évben egy picit kevesebbet fogok utazni, és a mostani évet azt inkább az ilyen kreativitásra akarom szánni, de hát aztán majd meglátjuk, mert még most csak éveleje van, hogy mit hoz a sors, mert ha megint közben jönnek blogger utak, akkor menni kell, de hát így is bírom. Tehát egyszerűen, ja igen, és minden ismerősöm kávézik, én meg annyira nem szeretem a kávét, mert képzeljétek el, a koffein így teljesen még feljebb pörget. Tehát, hogyha néha megkívánom a láttét, akkor általában koffeinmentesen szoktam inni. Tehát nézzük a következő kérdést. Melyik volt a tavalyi évi kedvenc utazásod? Fú, hát ez jó kérdés. A Kínát mondanám az egyiknek, amikor Shanghai-ban voltam, meg Hangzhou-ban, mert tavaly voltam először Kínában, és teljesen elvarázsolt. Tehát így bennem teljesen más kép volt az országról. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire modern, az emberek ennyire tudatosan élnek, egészségesen, isteniek az ételeik. A reggel 7-kor felkelnek, még az idősek is, és a parkokba tájcsiznak, és meg van szabva, hogy mikor esznek, és mindent akkor építenek. Tehát tényleg egy hihetetlen kultúra. A következő kérdés az, hogy mi történt a térdeddel. Igen, általában a képeken itt látszódik, hogy a jó térdem műtve volt, én tudatosan nem szoktam kiretusálni, így néha szokták tőlem kérdezni más bloggerek, hogy miért nem retusálom ki a hegeket, a műtétnek a helyeit, de én úgy vagyok vele, hogy ez is én vagyok teljesen ezzel a műtéttel, meg én szeretem, mert arra emlékeztet, hogy kézilabdáztam, igen, nem is tudom, általános iskolás korom óta kézilabdáztam, Dunajvárosban játszottam, aztán, hát nem is tudom, tizenvalahány évesen kiment a térdem, utána 6 évig szalagok nélkül játszottam, mindig elszakadtak. Először elszakadt, amikor először lesérültem, fölugrottam, és magam alá csavarodott a térdem, és akkor elszakadt az oldalszalagom, utána mivel nem lett megműtve, mert féltem tőle, ezért tovább szaladt a keresztszalagom, és leszakadt a porcom.
És akkor így húztam a dolgokat, meg így játszottam. A végén már az utcán is kiment a térdem, ha egy rosszat léptem, és akkor úgy voltam vele, hogy ez így nem jó, meg nagyon szerettem síelni, meg egy csomó más sportot űzni, és azokat így nem tudtam. Aztán végül egy nagyon jó sebész Fehérváron megműtött, és ez egy nagyon jó döntés volt. És azóta megint visszakaptam a térdemet, és teljesen olyan, mint újkorában. Tehát ez a története a hegeknek a térdemen. A következő kérdés. Csodás vagy Feszti, szerinted mi a boldog élettitka? Téged mi éltet? Az az egyik legfontosabb, hogy azt csináljuk, amit szeretünk. Igen, ezt tudom, hogy egy közhely, de ha tényleg azt csináljuk minden nap, akkor boldogok leszünk, meg hogyha a munkánk maga a hobbink, mint nekem is, és így egyik nap se fárasztó felkelni, és nagyon szeretem, hogy minden nap más, nincsenek hétvégék, hétköznapok, tehát lehet, hogy én hétvégén dolgozom, de hétfőn pihenek, és ezt is nagyon szeretem, és egyszerűen minden nap boldogan kelek fel, és még szerintem az is nagyon fontos, hogy így kizárjuk a negatív tényezőket az életünkből, tehát hogy így egyre jobban tudatosan próbálom a negatív dolgokat nem felvenni, és szerintem számomra ez a titka. A következő, hogy kiskorod óta van fufrud? Nem. Egész kiskoromban rövid szőke hajam volt, tehát eredetileg szőke volt, aztán bevornultam, utána a Kleopátra hajam lett, de nagyon sokáig mindig rövid volt, és akkor utána úgy döntöttem, nem is tudom, középsuliba, igen, általános iskola után, hogy megnöveztem a hajamat, mert mindig is hosszú hajra vágytam, és akkor még fufru nélkül volt a hajam, és több évig csak így egyenes, hosszú haja volt, és ez egy kicsit unalmassá vált, viszont levágatni nem akartam, és akkor úgy döntöttem egyszer, hogy akkor vágatok fufrut, mert akkor ezzel még tudom variálni a frizurámat, és nagyon szeretem, mert hátra tudom csatolni, úgyis szoktátok látni a képeken, meg le tudom engedni. Tehát így kicsit több színűbbé teszi a frizuráimat, meg igazából ez egy ilyen karaktert is ad nekem. Hová utaznál, ha holnap indulni tudnál? Hát, mert egy régi nagy álmom egy afrikai szafari Kenyába. Tehát, hogyha így lehetne egyet kívánni, és holnap becsomagolni, és bárhova elmehetnék, akkor igen, mindenképpen Afrikába mennék egy szafarira. Tehát ez még a listámon van, csak tudom, hogy a szafari az egy nagyon kényes dolog, mert veszélyes is tud lenni, meg Afrika se túl biztonságos. Ezért ha egyszer elmegyek, akkor úgy szeretnék, hogy az ilyen nagyon megszervezett úton minden le van szervezve. Tehát ez még így a listámon van. Mi a végzettséged? Igen. Ezt már így sokszor kérdeztétek. Az ELTE-n végeztem térképész és geoinformatikus szakon, és akkor utána tovább mentem PhD-re, ahol elvégeztem a 3 évet, mindent így abszolváltam, és akkor még hiányzik a PhD szigorlat, meg a magának a disszertációnak a megírása, és a PhD témám meg a gyengéllátó gyerekeknek készítettem egy iskolai atlaszt, az is elkészült, tehát igazából le kéne írni az egész folyamatot, kutatást, ami már gyakorlatban kész van. Majd szerintem egyszer, hogyha a nyugodtabb életem lesz, vagy egy kicsit idősödöm, vagy nem tudom, akkor biztosan majd befejezem. Legkedvencebb parfümöd? Én a parfümök közül nagyon, nagyon szeretem a púderes illatokat. Valamiért nem szeretem a friss illatokat, azok nem állnak hozzám közel, nem szeretem a virág illatokat. Azt sem szeretem, amikor ilyen nagyon fűszeres, és folyamatosan érzem az óromba egész nap. Az nem jó, mert olyan émeítő, tehát így a púderes parfümök
mellett maradtam. Több parfüm is van, amit szeretek, de a totál kedvencem az a Valentino Donna. Nekem az teljesen púderes lesz a bőrömön, de most az új Chanel-öt is használom, azt is nagyon szeretem. Sportolsz valamit? Régen kézilabdáztam, nem, várjatok, bocsi, visszamegyek. Óvodába jazzballettoztam, mondjuk eléggé merev a mozgásom, nem is értem, hogy ment a jazzballett. Most nem, klasszikus balettoztam, bocsi, már kicsit régen volt. Tehát 5 évet klasszikus balettoztam, aztán 2 évet jazzballettoztam, de ez fullon nem az én, nem is tudom, hobbim vagy sportom volt, mivel nem túl nőjes a mozgásom, így mindig azt vettem észre, hogy mindig a kezdőcsoportba raktak. Tehát, hogy én hiába jártam oda szorgalmassal, egyszerűen sose raktak a haladó csoportba, sose vittek előadásokra, aztán végül így 7 év balett után váltottam a kézilabdára, meg a balett közben még úsztam is. Mondjuk az úszás az elég jól ment. Igen, és akkor utána kézilabdáztam, meg volt, hogy tesis szakra is jelentkeztem az ELTE-re, csak fölvettek térképésznek. Tehát oda is készültem a tesi felvételire, ott kellett úszni, tornászni, minden. Ja igen, meg még egy kicsit atlétizáltam is most jut eszembe, amikor a Dunaferben kézilabdáztam, akkor néha elmentem így atlétikai versenyekre is, főleg csapatba mentünk magasat ugrani, távolt ugrani, és magasugrásba, képzeljétek el, bejutottunk az országos döntőbe, és ott azt hiszem 6. helyezettek lettünk. Tehát nagyon komoly, úgyhogy nem is voltam atléta. Még jó volt az emelkedésem így a kézilabda miatt. Igen, és akkor miután befejeztem a kézilabdát, azóta csak ilyen random sportok vannak, futás, vagy néha így lementem kondiba, de valahogy, ha nincsen edző, akkor úgy nehezen tudom rávenni magamat a sportra. Igen, a következő, hogy van-e tesód? Igen, a családomról, hozzátartozóimról tudatosan nem nagyon szoktam semmit megosztani, így hagyom az ő privát szférájukat. Ő van egy húgom, Dodinak hívják, 2 évvel fiatalabb nálam, most költözött haza Barcelonából, tehát ezért se szerepelt annyit nálam, meg amúgy se szeretne így a blogomon, meg a YouTube-on, mert ő inkább ilyen visszahúzódó típus, tehát a családban én lettem az exhibicionistább, ő meg ilyen teljesen visszahúzódó, tehát én így tiszteletben tartom, így nem posztolom. Ja igen, még az eszembe jutott, hogy képzétek el, a tesóm adta nekem a Festi becenevet, tehát neki köszönhetem a blogom nevét, mert hát Anita vagyok, tehát teljesen más a két név. Igen, meg szoktatok kérdezni, hogy akkor miért Festinek hívnak a blogon. Ez is azért lett, mert amikor elindítottam a blogot, akkor még a kartográfiánál dolgoztam, meg PhD-ztem, és így nem akartam, hogy az igazi nevemen fusson minden, tehát választottam egy álnevet, meg arra gondoltam, hogy ha beírják az igazi nevemet a Google-be, akkor kidobja a tudományos kutatásaimat, és hogyha beírja valaki a Festit, akkor így külön választja, és akkor kiírja rá a divattal kapcsolatos dolgokat. Meg amúgy is tetszett nekem ez a név, mivel ebből nincs sok, meg nemzetközileg is könnyen megjegyezhető, könnyen ki tudják ejteni. Milyen fényképezőgéped van? Amúgy nagyon imádom az oldalt. A Canon 6D-t használom, imádom. Ez egy full frame kamera, ez már egy profi váz, ami van nekem, és akkor ehhez vannak objektívjaim. Az egyik kedvencem az a 70-200-as, ez a nagy teleobjektív, mert az a gyönyörű képeket lehet készíteni, nagyon jó a fényereje, és a videókra is nagyon jó az objektív, meg van egy 50-es fix 1.4-es objektívem is,
az is elég, az viszont teljesen ilyen univerzális, és még szeretnék egy nagy látószögű objektívet, és akkor teljes lesz a gyűjteményem. Milyenek voltak az egyetemi éveid, és mennyire voltak ne ezek a vizsgaidőszakok? Fú, nagyon nehezek voltak, tehát én nappali tagozatra jártam, szerintem ezt nincs is levelezőn. Tényleg most, ha belegondolom, térképészak nincs is a levelezőn. És hát kemény volt, mert a vizsgák mellett még térképeket is kellett rajzolni, tehát volt olyan vizsgaidőszak, hogy tizenvalahány térképet kellett lerajzolni, még a szigorlat mellett, tehát akkor volt, hogy több hétig így nem aludtam. Tehát egész éjjel, nem tudom, visszaemlékezve éjjel hatig, vagy világos volt, amíg rajzoltam, lefeküdtem pár órára, felkeltem, és akkor megint rajzoltam. A szigorlatok se voltak egyszerűek, és mivel itt nagyon sok a matek, ezért volt geometria vizsga, matek szigorlat, fizika, akkor a vetülettan az a legdurvább, az full ilyen integrálás, deriválás több oldalon át levelezetés. Nem mondom azt, hogy könnyű volt elvégezni, de szerencsére elsőre elvégeztem. Amikor mi diplomáztunk, akkor csak 8-an végeztünk az egész évfolyamról. Ja, és képzeljétek el, az utolsó éven én még Erasmusra is mentem, Karlsruhe-ba, Németországba, és akkor ott kint nem tudtam úgy teljesíteni a krediteket, mert nem tudsz annyit, mint itthon, és akkor itthon még nem tudom, szinte olyan volt, mint a dupla fél évet vittem volna az utolsó fél évben, és akkor még volt szigorlatom is, és még az államvizsga is, meg megírni a diplomamunkát, tehát szerintem az életem egyik legnehezebb fél éve volt ez az utolsó fél év az egyetemen, meg amikor még én jártam suliba, akkor nem volt BSC és MSC, hanem egyetem és főiskola volt, és amikor felvettek az ELTE-re, akkor egyből 5 éves volt, tehát nem volt közben BSC. Tehát akkor onnan mi végigjártuk az egész 5 évet, és akkor annak a végén volt az államvizsga, meg a diplomamunkának a megvédése. Igen. És akkor még természetesen kellett nyelvvizsga is a végén. Egy középfokú biztos, meg szerintem egy alapfokú, ha jól emlékszem. Csak már keveredik bennem, mert lehet, hogy az a PhD-hez kellett. Igen, ez már nem teljesen tudom. Tehát a következő kérdés is egy ilyen tanulással kapcsolatos. Mindig is tudtad, mit szeretnél majd tanulni. Az irányt azt körülbelül tudtam, tehát hogy azt már kiskoromban is tudtam, hogy valami természettudománnyal kapcsolatos dolgot szeretnék tanulni, az mindig nagyon érdekelt. Először gondolkoztam azon, hogy matematikus vagy csillagász leszek, de aztán általános iskolában volt egy nagyon jó tanárom, és teljesen beleszerettem a természetföldrajzba, azon belül is a geológiába, folyamatosan mentünk ásványbőrzékre, ásványgyűjtő túrákra, és így teljesen magával ragadtak az ásványok. Otthon több száz darab ásványom volt, elkezdtem ezeket így meghatározgatni, és már ilyen nagyon magas szinten űztem az egészet, mert ez még általános iskolában volt, hogy adtak a kezembe egy kristályt, és akkor én meg tudtam mondani, hogy milyen a keménysége a Mohs-féle skálán, és hogy ez kalcit vagy karc, így megvoltak rá a módszerek, tehát hogy így mindent. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor én geológus szeretnék lenni. Ja igen, és még imádtam a vulkánokat, meg a lemez tektonikával kapcsolatos dolgokat. És akkor úgy voltam vele, hogy geológus szeretnék lenni, és azon belül is vulkanológus, mert volt egy kedvenc házaspárom, akiről rengeteg videót néztem, a Kraft házaspár, akik elsőként mentek el, képzeljétek el, minden vulkánhoz, amik éppen kitört. És sajnálatos módon ebbe is haltak bele, tehát hogy az volt az álmunk, hogy ha öregek lesznek, akkor majd Hawaii-on fognak nyugdíjba vonulni, mert ott mindig látni egy vulkánkitörést, de sajnálatos módon ez nem jött össze, mert igazából a
aki vulkanológus, az tudja, hogy ez egy nagyon veszélyes szakma, mert ott bármi, bármikor megtörténhet. És ami a halálukat okozta, az a Noé árdon volt. Ez egy piroplasztik ár, ami ellen nem tudsz semmit tenni, tehát több százal zúdul le a vulkánról egy ilyen izzó felhő, ami sok kicsi izzókövet tartalmaz, és így mindent letarol. Igen. De én teljesen oda voltam ezekért a jelenségekért, meg a vulkán típusokért is, hogy bazaltos, andezit vulkanizmus, vagy riolit, vagy stratovulkán, tehát így még a mai napig emlékszek az összes fogalomra is, és teljesen be tudok izgulni egy vulkára, kőzetre. Ja igen, meg folyamatosan nézegettem, tanulmányoztam a térképeken, hogy hogyan mozognak az óceáni, meg a kontinentális lemezek, és hogy mit gyűr fel, és miképp ződik ezáltal, hogy a hegységek, vagy az óceán középi hátság, tehát ez számomra annyira izgalmas dolog, hogy nem is értem, hogy miért, de mindenki más iránt érdeklődik, tehát én teljesen a természetföldrajz, hogy hogyan alakult ki a bolygónk, és a hegységek annyira csodálatosak, mint minden földrajzi jelenség. Imádom. Teljesen. Rengeteg ilyen filmet szeretek nézni, ezután olvasni. Tehát nekem ez a szenvedélyem a természet, földrajz. És akkor végül térképésznek fel is vettek az ELTE-re, és így tudtam, hogy mindig is tudtam, hogy földrajz szakon akarok végezni. Megérszem. Nem, még nem. Ja, nem. Nem, meg is felvétel. Persze. Ez az utolsó kérdés. Nem vacsorázhatunk. Tehát, akkor az utolsó kérdés, mert már nagyon éhes vagyok, és mindjárt megyek vacsorázni. Mi a legközelebbi úti célod? Képzeljétek el, nincsen legközelebbi úti célom, ez is ritka, tehát most még nem tudom, hogy hova fogok legközelebb utazni. Most egy ideig itthon leszek, ha csak nem jön egy levél, hogy utazni kell, de most itthon fogok kreatívkodni egy kicsit, most nagyon vágyom arra, hogy így a videózásban mindenbe kreatív projekteket készítsek. Igen. Hát ennyi volt most így, ahogy nézem, el is voltak a kérdések, a mai kérdezfelelek, de ha tényleg nektek is még bármi eszetekbe jut, akkor kérdezzétek meg kommentbe, ott is válaszolok, meg lehet, hogy készítek akkor egy másik ilyen videót is, hogyha elég kérdés összejön. És köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videómat is, remélem, hogy tetszett, és hogy még több mindent tudtatok meg rólam. És most már tényleg megyek vacsorázni, mert kicsit már korog is a gyomrom. És akkor most elköszönök tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!